Mehet a menet, előcsapom most a Yu-Gi-Oh-m. Engem nem találtál annyilával soha Cupidot, de a pattársa tereli a figyelmemet. Tegnap töltötte a 17-et, sok a kételj, nincs olyan tanástalan, sok az inger, a libidója határtalan. Valami hozzám szól, a hang nem szabálytalan, de ez a hang nem a teremben, a gatyámba van. De zsini ez a kicsi lány itt. Úristen, te meg mit csinálsz itt? Én csak megláttam itt ezt a pumpás pinát, és ez úgy hatott rám, mint az osztály vigyáz. Léci, ne ilyenekről ábrándozz, a tanár éppen most hív ki a táblához, de így nem tudok felállni rendesen. Nyugi haver, majd én megteszem. Mert ez egy 2000-es évekbeli romantikus tini vígjáték. Az egész osztály eped a bránered érte, csak bízd rá, mehez a bránered érte. Ez egy 2000-es évekbeli romantikus tini vígjáték. Semmi sem szegheti ma a kedvem, nem, mert én a szüzességem ma elvesztem, jé. Akkor a tanárt most toljam le. Így van öreg, a gatyád meg toljad le. Mutasd, hogy készen állsz erre a harcra ma. Tudod, hogy Bráner Bránernek a farkasa. Inkább elnyomnám magamban a késztetést, és így meghagyhatnám otthonra a briefenést. Eskü nemet tudok mondani az ösztönre, mert ha előcsoplak, mehetünk a börtönbe. Fejezd be, kérlek ezt, látom, még mindig nem érted a lényeget. Tudom, azt érzed, ez itt a te életed, de csak a képernyőn nézik a képedet. 14 évesek, és amit éppen élünk, csak megírtak sérültleg hollywoodi réperek. Szóval nyugi, mire vége lesz, tuti bevered a kékerest. Mert ez egy 2000-es évekbeli romantikus tini vígjáték. Az egész osztály eped a bránered érte, csak bízd rá, mehez a bránered érte. Ez egy 2000-es évekbeli romantikus tini vígjáték. Semmi sem szegheti ma a kedvem, nem, mert én a szüzességem ma elvesztem, yeah.